az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A műsorvezető Pindrok Tamás. Ez itt az igazság órája, köszöntöm a nézőket és köszöntöm a hallgatókat is, a Hír FM és az Alapjogokért Központ közös műsora. Mai vendégeink Dornfeld László, vezető elemzőnk, szervusz, jó napot kívánok, és Zila János elemzőnk, szervusz, jó napot kívánok. Két témával készültünk, családbarát uniót kell építeni, demográfiai csúcs Budapesten, és rózsaszín szemüveg Ursula von der Leyenen, ezt majd kifejtjük, hogy miért rózsaszín, hát úgy látja a világot, meg az Európai Uniót az értékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke, mintha itt minden rendben lenne. De kezdjük akkor a demográfiai csúccsal. Miért fontos az, hogy Budapesten rendezik meg, még most is tart, adásunk idején, ez a demográfiai csúcs, és miért kell ilyen konferenciát rendezni? János. Magyarország modellé vált ebben a témakörben, ez Giorgia Meloni is elmondta, aki szintén részt vett a csúcson, de még sokan mások. Hogy miért fontos ez a kérdés, lényegében azért, mert azok a demográfiai folyamatok, az a népességcsökkenés, ami jól tapasztalható egész Európában és a nyugati világban, azok egészen egyszerűen a társadalmainknak az összeomlásához vezetnek. Itt nem csak egy ilyen ideológiai mázról van szó, tehát nem csak kulturális értelemben zsugorodnak a nemzeteink, hanem a gazdaság is egészen egyszerűen fenntarthatatlanná válik, ha nem lépnek be új és új generációk, és nem lépnek be új produkciók, személyek. Ennek a demográfiai, meg családbarát politikának van egy érzelmi síkja, maga a család, ugye a gyermekek, és van egy hidegfejjel végig gondolható közgazdászi dimenziója is, mert hogyha nem születnek gyermekek, akkor például a mi nyugdíjunkat, hogy lesz nyugdíjunk, mert ugye a cselekvő, a munkát vállaló korosztályok tartják el az időseket is, a nyugdíjat a felrovó-kirovó rendszer miatt, úgy kapják a mai nyugdíjasok is, hogy a mi bérünkből vonják le ezt a nyugdíjjárulékot. És hogyha nem lesznek gyermekek, nem lesznek fiatalok, akkor nyugdíj sem lesz. Hát valóban ez egy kézenfekvő példa, de egyáltalán ki fog dolgozni, tehát ki fog egyrészt fogyasztani, tehát ki az, aki a gazdaságnak úgymond munkaterepet ad, másrészt ki az, aki el fogja végezni azt a munkát, amivel az ország előállítja azokat a termékeket, amelyekre nem csak nekünk van szükségünk, hanem akár külső piacokra is el tudjuk jutatni. Na most Európában kétfajta szemlélet van ezzel kapcsolatban, tehát látjuk azt, hogy van egy nagyon komoly demográfiai visszaesés, egyre alacsonyabbak a születési számok. Az egyik szemlélet az azt mondja, hogy kezeljük ezt migrációval, lényegében hozzunk be új munkaerőt, és akkor az majd megoldja a problémát. Sajnos ez azonban nem működik. Nem csak azért van ezzel probléma, mert megint csak kulturális problémák vetődnek fel, illetőleg biztonsági nehézségek, ugye ennek a nyomait terrorfenyegetések formájában is láttuk, hanem azért is, mert egészen egyszerűen nem igaz az, hogy a bejövő migránsok azok belépnének a munkaerőpiacra. Már a céljuk sem ez. Egy 2021-es adatot tudok ilyen szempontból idézni. Mindössze az érkező migránsok 18%-a mondta azt, hogy azzal a céllal érkezik, hogy munkát vállaljon Európában, és valószínűleg ennél is kevesebben, sőt biztosan ennél is kevesebben tudnak valójában belépni az európai munkaerőpiacra, tehát egészen egyszerűen nem látják el azt a funkciót, amit nekik szánnak a liberális gondolkodók. Tehát ez a progresszív politika arról szól, a liberális felfogás, hogy az individuumot erősítsük, és senki nem számít, csak az egyén. És ezért nem számít az valóban. Család, nem számít, teljes életet éljen valaki, és ne érdekeljen más. Ez igazából a problémának a gyökere. Tehát itt ugye arról van szó, hogyha az egóma fontos, és csak az aktuális igényeimnek a kielégítése. A carpe diem, élj a mána. Így van, de akkor a saját jövőmet is felélem, tehát egyrészt miből lesz nyugdíja, másrészt kinek lesz keresete arra a munkára, amit én alapvetően el tudnék végezni, másrésztről lesz egyáltalán munka.
Tehát a saját jövőmet élem fel, és erre kell egyfajta megoldás. A migráció csak elfedi ezt a problémát, tehát egyfajta homokba dugott fej ez a fajta megoldási kísérlet. A valós megoldás azt Magyarország kínálja a tálcán, és egyébként Olaszország, hogyha Giorgia Meloni-t említjük, akkor átveszi mostanában a magyar megoldásokat, de más országok is vannak, akik modellként tekintenek. Hát emlékszünk, hogy a CPEC Hungary még Japánból is dicsérték a magyar megoldásokat, és ott is nagyon komoly figyelem hárul a magyar családpolitikára. Na most ugye a magyar családpolitikának az a lényege, hogy adjunk jobb lehetőségeket a családoknak, azoknak, akik gyermekeket vállalnak, ők ne járjanak rosszabbul gazdasági értelemben sem, illetőleg segítsük az édesanyákat, segítsük az otthonteremtést, legyen egy családbarát ország, és minden az állam tevékenységének minden aspektusa fókuszáljon arra, hogy a családokat segítsük, tekintettel arra, hogy az állam és az egész társadalom így válik fenntarthatóvá. Ha visszalépünk egy kicsit, azt látjuk, hogy a fejlett államokban csökken a népesség. Viszont az elmaradottabb gazdaságilag túl erős államokban viszont a családok erősek, sok gyermek születik, ilyen a Közel-Kelet, ilyen Afrika, de Ázsia például már nem ilyen, mert Kínában is elkezdődik a népesség csökkenése. Miért alakult ez így ki? Laci. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy ahol az életszínvonal jelentősen megnő, ott jelentősen lecsökken a gyermekvállalási kedv, pont azért, mert az egyének egy nagyon kényelmes életet élhetnek, és ebben az életben már a gyerek sokszor csak teherként jelenik meg ezen emberek számára, ha kizárólag a saját kényelmüket és gazdasági érdekeiket nézik, amire János is utalt, hogy sokba kerül egy gyereket felnevelni, a modern társadalmakban különösen, még a fejlődő társadalmakban alapvetően nagy nyomorban élnek, ez nem jelenik meg problémaként. De milyen érdekes, hogy 100-200 évvel ezelőtt Európára volt jellemző az, hogy Európára is jellemző volt, hogy sok gyermek született. Mondjuk szegényebbek is voltak az emberek a mai szemszögből. Igen, ez a demográfiai probléma kifejezetten a II. Világháború után indult el. Volt, ahol már korábban voltak erre jelek, például Franciaország nagyjából már 100 éve egy bevándorló ország egyébként, de nem mindegy, hogy honnan érkezik a bevándorló sem, mert hogy a francia bevándorlás egészen mondjuk így a 60-as évekig az Európán belülről érkezett, tehát Portugáliában, más európai országokból, tehát hasonló kultúrkörből, hasonló nyelvet beszéltek, hasonló értékrendszerük volt. Ehhez képest azt látjuk, hogy amikor Európán kívülről érkeznek be ezek az emberek, akkor teljesen más neveltetésük volt, teljesen más értékeik vannak, más vallást követnek. Nyilván a mai társadalomban a vallás úgy alapvetően nem fontos, az fontos, hogy milyen értékeket közvetít egy adott vallás, és teljesen más értékrendszere van például az iszlám vallásnak, mint a keresztény vallásnak. Keresztény vallás például azt tanítja, hogy bocsáss meg másoknak, az iszlám vallás pedig azt, hogyha valamilyen kár ér téged, akkor erőszakkal is vegyél elégtételt, érted? Tehát teljesen más gondolkodásmódja van ezeknek az embereknek a kulturális vallási hátterük miatt. Ez látható egyébként Franciaországban, nem csak a no-go zónák, nem csak a terrorfenyegetettség, de az is, hogy néhány hónapja ugye a nagyvárosok jelentős részét felgyújtották, hasonlóan az Amerikai Egyesült Államokhoz, az a probléma szintén nagyon komolyan jelentkezik. És egyébként ezért is láthatjuk azt, hogy a globális északon, ha lehet így fogalmazni, tehát Észak-Amerika, Európa és Ázsiának a északi része, gyakorlatilag ahol a társadalom egy nagy fejlettséget elért, ott a gyerekvállalásiket nagyon lecsökkent, egyébként említette János Japánt, kifejezetten egy olyan példa, ahol nagyon rossz a gyermekvállalási kedv már egészen a II. Világháború óta. És igen, Dél-Korea is, és most már Kína is. Most már bár Kína, ott igen. Volt az egykézés politikája, ugye, hogy csak egy gyermeket lehetett szülni. Ez most már megszűnt, mert látják a demográfiai problémákat, ugye? Sőt, ott a pártagoknak már kifejezetten elvárás, hogy 3-4 gyermeket akár vállaljanak. Tehát, hogy ott is látszik, hogy egyfajta nagyon nagy átfordulás van, mert felismerték azt a demográfiai válságot, amit egyébként nagy részt ők idéztek elő maguknak. Tehát a két gyerek politika egyébként sokkal egészségesebb lett volna ott is, mert az legalább a népesség számot megtartotta volna. Kínában erre rájön az is, hogy talán 80 millióval több férfi van, mint nő a társadalomban, és ez hatalmas elégedetlenséghez fog vezetni, hiszen azt jelenti, hogy ez 80 millió olyan ember, aki nem fog tudni családot alapítani.
ha csak nem tud máshonnan ugye feleséget szerezni magának? Ez nagyon izgalmas kérdés. Európában már beszéltünk a migrációról, bevándorlásról, de nem nagyon tűnik úgy, hogy az Európai Unió vezetése, vagy az nyugat-európai országok vezetései, ezek a baloldali progresszív, de néha néppárti erőkről is beszélünk, akik hozzá csapódnak ehhez az ideológiához, hogy változtatni is szeretnének a közgondolkodásban. Sőt. Tehát, hogy nem akarnak ellene menni annak a mainstream észak-amerikai progresszív baloldali körökből kiindult hát őrületnek, amit látunk, hogy most már mindennapossá válik. Sőt, ez ennek a támadásnak lényegében a részesei, és azért emlegetek itt támadást, mert ugye a demográfiai csúcs a család és a biztonság összefüggéseire koncentrál. Egyrészt úgy is, hogy a család önmagában egy biztonságot jelent, egy biztonsági háló, ezt tudjuk minden pszichológiai értelemben is, de más aspektusokból is. De olyan szempontból is fontos a család és a biztonság összefüggése, hogy valóban egy ideológiai támadás alatt áll a családnak az intézménye, ugye a gender ideológia részéről, és itt ugye a miniszterelnök említette azt, hogy tehát a miniszterelnök szót ejtett arról, hogy a magyarok együtt mondtak nemet a népszavazáson arra, hogy a gender ideológia Magyarországon teret nyerjen. Ott ült az amerikai nagykövet is, Biden által küldött Magyarországra küldött nagykövet, reméljük, hogy figyelt és jegyzetelt, ugyanis ez egy fontos üzenet pont a kör felé, amelyik nem akarja észrevenni azt, hogy egyébként a mi térségünkben még a család hagyományos értelmezése az igenis él, és hogyha egy kicsit Kopmáriát is ide idézzük, akkor hogyha vágyott gyermekek megszületnek, akkor rendben volnánk. Tehát hogyha azt nézzük, hogy a fiatalok mennyi gyermeket szeretnének, akkor az kiegyenlíteni a számokat. És Magyarországon egyébként ez a fajta fellépés, ez sikeres is az elmúlt időszakban, pont azért, mert a társadalomban nem beágyazott ez a fajta őrület, hanem a társadalom éppen ennek ellenáll, tehát azt mondják, hogy a szülők dolga az, hogy a gyerekeket akár ilyen értelemben is neveljék, és nem engedi, nem, a magyar felfogás nem engedi meg azt, hogy a szülők kezéből bárki is kiragadja a gyermekeket, és mindenféle őrülettel megmérgezze. De hogy a magyar modell mennyire működőképes, azért itt ugye egy ilyen 10 év alatt, tehát a 2011 és 21 közötti időszakról beszélünk, 101%-kal nőtt a házasságok aránya és száma. Az abortuszok száma visszaesett több mint 40%, majdnem 50%-kal. A teljes termékenységi arányszám pedig mintegy 30%-kal nő. Ezt fordították le sokan az elmúlt napokban érthetőbben, úgyhogy 160 ezerrel gyerek, több gyermek született ahhoz képest, mint hogyha maradt volna minden úgy, ahogy 2011-ben történt. De egyébként, hogyha megnézzük a 2022-es számokat, itt ugye nagyon nagy a nyomás a családokon, ugye a családok biztonságérzete megkérdőjeleződött nem csak a koronavírus válság, hanem a háború miatt is, és annak a gazdasági hatásai miatt is. Az európai átlagból még mindig fölfelé lóg ki Magyarország, és a régiós átlagból is, mondjuk, hogyha az 1000 főre jutó születések számát nézzük. Tehát a magyar modell abszolút működik, de továbbra is nagyon fontos az, hogy itt ne csak gazdasági aspektusokat vizsgáljunk, tehát ne csak arról legyen szó, hogy a családoknak az életét anyagi értelemben megkönnyítsük, és ne legyen plusz teher az ilyen értelemben, tehát pénzügyileg, hogy gyermeket vállalunk, hanem ezt az ideológiai harcot továbbra is nagyon-nagyon keményen meg kell vívni, és továbbra is fenn kell tartani azt a nézetet, hogy a gyermek, a család az igenis az első. Említetted Pressman nagykövetet, hát neki is van családja. Egy férfivel együtt él. De még milyen család? Házasságban, és két gyermeket nevelnek. Tehát na, egy pontosan, homoszexuális párról beszélünk. Ez maga az, hogy milyen nagykövetet küldött Joe Biden Magyarországra, azért hát maga most a személyétől eltekintve, maga a jelenség is egy provokatív
döntés. Pontosan nem? Erről van szó, hogy megtestesíti ezt az ideológiai támadást. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a család fogalmát, mint olyat, kitágítjuk, megkérdőjelezzük az eredeti fogalmat. Ugye nem véletlen az, hogy alkotmányba kellett foglalni Magyarországon azt, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. És nem véletlen az, hogy a magyar embereknek népszavazáson kellett kimondaniuk azt, hogy a gyerekeinket pedig igenis hagyják békén ezzel a genderőrülettel, és ezért is fontos az, hogy ott volt ez a nagykövet, reméljük jegyzetet. Laci? Abszolút egyetértek, Pressman teljesen egyértelműen provokációs céllal küldték ide, ez magából a személyéből is fakad, abból az életmódból, amit ő él. Amerikában is egyébként egy ilyen melegjogi aktivistaként működött, látszik, hogy itt is hasonló szerepet osztottak rá, és gyakorlatilag szerintem az is önmagában egy provokáció volt, amikor Novák Katalinhoz ment a nagyköveti meghallgatásra, és hát magával vitte a kis családját is. Ez szerintem kifejezetten egy olyan közösségi elnökhöz, amikor elmennek, aki hát ugye ezt az egész demográfiát és a családok ügyét az ászlajára tűzte, ez semmi más nem szolgálhatott, mint azt, hogy várták a reakciókat. Természetesen közösségi elnök asszony nagyon diplomatikusan is jól kezelte ezt, abszolút úriasszonyként viselkedett ebben a helyzetben, de egyértelmű, hogy várták volna, hogy esetleg valami balhé lesz ebből, a sajtó neki megy, de mindenki szerintem nagyon jól kezelte ezt a helyzetet, és szerintem Pressmanre a legjobb válasz az, hogyha nem reagálunk a provokációira, mert őnek most kifejezetten az a célja, hogy a magyaroktól mindenféle reakciókat összegyűjtsön, amelyek rosszak, és a nemzetközi sajtóba lehet lobogtatni őket, hogy itt mekkora elutasítás van a melegekkel szemben, mekkora gyűlöletkeltés van. Holott azt látjuk, hogy egyébként ez a kérdés a magyar társadalom számára nem létezne, hogyha nem tartanák a közbeszéd homlokterében a liberálisok. Magyarországon 100 éve se érdekelt senkit az, hogy ki melyik nemet szereti, és kinek ki a kedvese. Említhetnénk olyan írókat, mint a Tormai Cecil, akiről ugye köztudott volt, hogy leszbikus. Ennek ellenére az elit része volt a Horthy korszakban, ugye a gonosz csúnya Horthy korszakban. Ehhez képest pedig mondjuk a britek Ellen Turinget ugye konkrétan öngyilkosságba hajszolták a saját homoszexualitása miatt. Itt megint nem Magyarország az, aminek valamilyen történelmi elmaradása van, és ezt pótolni kéne. Nyugaton elképzelhető, hogy ezt a kérdést sokkal rosszabbul kezelték történelmien, és ebből fakadó bűntudatot ki lehet használni, de Magyarországon nincs ilyen bűntudat, mert soha senkit nem érdekelt különösebben. A demográfiai csúcsra időzítve egy szlovák lap, egy internetes szlovák lap, a Denik N felületén olyan publicisztika jelent meg, amelyben arról van szó, hogy egyetlen ország sem tudja megoldani a demográfiai válságot nyugaton, bár úgy vélik, a franciák állnak hozzá a legközelebb. Magyarország és Lengyelország pénzt önt a családokba, de ennek nincs hatása. Tehát a Kelet-Közép-Európában is megjelent az a kommunikáció, ami nyugaton már tényleg mindennapos, hogy semmi értelme a családokkal foglalkozni, utánam az özönvíz. Így van, de hát a számokról beszéltünk, tehát ez önmagában cáfolja azt, amit megfogalmazott ez a személy. Azt azért hozzá kell tenni, hogy nem érkeztünk még meg, tehát a cél az lenne, hogy egy házaspárra legalább 2 gyermek jusson, és akkor a társadalmunk föntartása az lehetséges volna. De hát mi az ő alternatív megoldásuk? És ugye itt ő említi Franciaországot. Most igen, Franciaországnak kidolgozott családpolitikája van, a bevándorlás is hozzájárul a magasabb termékenységhez, de enélkül is a rangsor élmezőnyébe tartozna, írja a szerző. Tehát az a helyzet, hogy Franciaország már ugye, ahogy itt említésre került régóta... Branislav Bleha, demográfus, bocsánat. Rendkívül fontos. és meghatározó. Mint a Szlovákia is. Tehát azt érdemes leszögezni, hogy ugye Franciaország régóta bevándorló ország, és egy gyarmati ország. Na most, hogyha megnézzük azt, hogy Franciaországban kik azok, akik nagyobb születési arányokat tudnak felmutatni, akkor itt rendre a bevándorlókról van szó, és nem a franciákról, a francia-franciákról, hogyha szabad ezt így mondanom, és talán még ez senkinek az érzékenységét nem sérti, bár ez minket ezzel itt azt gondolom, hogy kevésbé érdekel, tehát mert hogy a valóságot próbáljuk feltárni. Tehát az a helyzet, hogy egyébként a francia családpolitikának tényleg vannak megfontolandó és jó elemei,
És valóban Magyarországnak is a további lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy elérjük a célunkat. Éppen a miniszterelnök tegnap hirdette meg a magyar családpolitika 2.0-át, és itt már egy konkrét elemet is említett. Ugye arról volt szó, hogy a családok ne járjanak rosszabbul gazdaságilag, és mondta azt, hogy várja a pillanatot, amikor Varga Mihály pénzügyminiszter ellankad, és akkor a 3 gyermekes édesanyáknak is meg lehet adni a személyi jövedelemadó mentességet. Tehát valóban vannak még megfontolandó elemek, de pont ezért jó ez a demográfiai csúcs. Hát itt nem akármilyen tudósok jelentek meg. James Heckman nevében személyben egy Nobel-díjas közgazdást tisztelhetünk itt Budapesten, és itt volt például Jordan B. Peterson, de még számos nagyon fontos szakember, és az ő tanácsaikra azt gondolom, hogy nyitott fülekkel hallgatni kell, és igenis ki kell alakítani azokat az új eszközöket, amelyek további segítséget jelenthetnek, és az elindult örvendetes tendenciát, amit valóban csak a háború és az e körülül kialakult válság, és itt a ugye egymásra rakódó válságokról van szó, mert ugye itt volt előtte a Covid, tehát ezek tudtak valamennyire megtorpantani, de ezt a növekedési motort, ezt újra kell indítani, sőt még jobban föl kell pörgetni, és akkor elérhetünk oda, ami a valódi cél lehet, illetve a valódi cél, hogy a társadalmunk fenntarthatóvá válik, nyugaton pedig majd egyre sokasodnak azok a problémák, amelyeket a migráció okoz. Családbarát Európa, jövőre választások az Európai Unióban, mennyi esély van arra, hogy a jobb oldal, most tényleg általánosságban a jobb oldal, amiben az Európai Néppártot még azért belevesszük, bár nehezen, többséget tud kialakítani. Bal irányba kilógnak ebből igen, a igen, de azért a reményt ne adjuk fel. Így van, hát ha a Néppárt egyébként, úgy látom, hogy ők az erősebbhez húznak egyébként, tehát ha a tényleges jobb oldal, a tényleges konzervatív szuverenista erők többséget tudnak mutatni, akkor könnyedén átsábítható a Néppárt is, egyébként ezt látom. Ez látszik abból is, hogy Manfred Weber körbeudvarolja Giorgia Melonit már egy jó ideje, elég látványosan. Tehát van esély egyébként a fordulatra, én nagy átrendeződést nem látok, viszont az is egyértelmű, hogy a konzervatív oldal erősödik, több képviselője lesz, és amennyiben ez az erősödés akár csak minimálisan is képes az erőviszonyokat átrajzolni, akkor nagy változások is jöhetnek, pont abból kifolyólag, hogy a Néppárt az nagyon opportunista módon áll hozzá ez a kérdéshez. Ezzel az első résznek vége van, de a második részt rögtön Európai Unióval folytatjuk, méghozzá az Európai Bizottság elnökének értékelő beszédével, ami egy kampánybeszéd is volt, hogy ne menjenek messzire, jövünk vissza. Akkor folytatjuk is gyorsan az Európai Unióval, az Európai Bizottság elnöke, hát nem is tudom, hogy minősítsem, egy beszédet mondott, egy évértékelő és egy stratégiainak, azt akart belőle, hogy stratégiai beszéd legyen, de nem biztos, hogy az lett belőle, ezt értékeljük most. Laci, szerinted milyen beszéd volt ez? Nagyon sok mindenről szót ejtett az Európai Bizottság elnöke, de mintha így a választókat, meg az európai közhangulatot így nem vette volna figyelembe, nem? Hát nyilván nem vette figyelembe, hogy Brüsszelben ez számít a legkevésbé általában, tehát itt nem azt fog dönteni, hogy mit akar az európai népesség, hanem azt, hogy a különféle érdekcsoportok, hatalmi központok mit határoznak végül. És hát egyrészt el lehet mondani erről a beszédről, hogy sok beszédnek sok az alja, sokat beszélt, de kevés mindenről szólt ez a beszéd egyébként. Amiről szólt, az alapvetően az önvállveregetés volt, értékelte az eddigi elmúlt 4 évet, nyilvánvalóan azzal, hogy ez az utolsó State of the Union, mielőtt a választások lesznek, és ez elég egyértelműen egy kampánybeszéd is volt saját maga mellett. Ursula von der Leyen elég egyértelműen folytatni szeretné egy újabb 5 éves ciklussal az Európai Unió egyik legfontosabb tisztségének a betöltését. Ezt eredményekkel mondjuk szerintem nem nagyon tudja alátámasztani, de a támogatottsága sok szempontból megvan, és próbált is egyébként gesztusokat tenni ebben a beszédben. Egyrészt például Macron elnöknek, aki nagyon fontos szereplő lesz abban, hogy
ki lesz a következő bizottsági elnök, ezért ment neki kifejezetten francia nyomásra a kínai elektromos autóiparnak, hiszen ez a franciák régi követelése. Nekünk is, a lengyeleknek is tett egy apró gesztust azzal, hogy szóba se hozott minket. Ez a legnagyobb jó indulat, amit szerintem Ursula von der Leyen-től maguknak számíthatunk. Tehát, hogy ez is benne volt. Próbálta a európai zöldítést tovább erőltetni. Ez itt egy ilyen középre próbált helyezkedni, hiszen a néppárt egyrészt sosorban azokat az érdekcsoportokat tömöríti, akik az iparban érdekeltek, még a szocialisták alapvetően az sokkal erősebb zöldítésben érdekeltek, és ebbe próbált egy ilyen köztes pozíciót elfoglalni. Hát meglátjuk, hogy ez mind együtt elég volt ahhoz, hogy mindenkit meggyőzzön, és nyilván ez ennek a publikus része volt, ebben nem látunk bele, hogy mi történik majd a háttérben, és milyen egyeztetések, dílek lesznek, amire mi nem látunk rá, de elég egyértelmű, hogy von der Leyen arra készül, hogy újrázni fog, még ha ezt továbbra is hajlandó bejelenteni. Még úgy is, hogy Lengyelországnak és Magyarországnak nem adja, vagy odaadja, nem tudjuk, a következő hónapokat még nem tudjuk. Tehát, hogy ez a politikai kérdés, a finanszírozás kérdés, ez szerepet játszhat abban, hogy ő lesz a következő elnök? Mert hogyha a gesztusokat akar tenni, akkor az szerintem nem elég, hogy nem említ meg minket semmilyen, se negatív, se pozitív értelemben, de hát azért itt van egy nagyon kardinális kérdés, és Magyarország pedig a soros elnöke lesz éppen akkor az Európai Uniónak, amikor ez a választás az Európai Bizottság elnökének, meg a bizottság megválasztása történik majd. Hát így van, és nem látjuk azt, hogy ezek a hatalmi erő viszonyok hogyan fognak addig pontosan alakulni, és szerintem pontosan ezen múlik, hogy Laci is utalt erre, tehát Ursula von der Leyen, tehát őre is ez az opportunista politika jellemző, akár akkor is, hogyha a zsebéről van szó, mert ugye az SMS botrányról valamilyen oknál fogva elfelejtett megemlékezni, és most sem tisztázta azt, úgy, ahogy viszont nem... a közös vakcina beszerzést megdicsérte, igen, ami szerintem a cinizmusnak és a csúcsa. Igen, és közben azt csodálom, hogy nem veregette a zsebét, vagy lehet, hogy a férje állására gondolt, amit ennek nyomán nagyon úgy tűnik, hogy sikerült megszerezni néhány SMS kíséretében. Nem beszélt egyébként az Európai Parlamentnek sem a korrupciós botrányáról. Nem, tehát az ilyen dolgokat most nagyon elhallgatta. Ez azt mutatja, hogy valóban nagyon igyekszik arra, és abba az irányba, hogy ő továbbra is a bizottság elnöke tudjon maradni, senkit nem akar megsérteni. Azért a jogállamiságot ugye egy picit olyan köntörfalazva megemlítette, hogy azért jól lakassa a baloldali frakciókat is, és Manfred Webert. Tehát ez a fajta ilyen simulékony ilyen oldalazás jellemző rá, miközben egyébként olyan kardinális problémákat nem említett, mint akár akár a háborúra adott válaszként megszületett szankciók, itt talán egyszer, ha említette a szankciókat, de hát az eredményeiről nem nagyon tudott beszámolni, illetve valószínűleg nem szívesen számolt volna be, mert az európai gazdaságot sikerült ezáltal így, mint egy kis kalapáccsal apró darabokra verni, de az orosz gazdaság ezt úgy tűnik, hogy nem érzi meg, a háború folyik, sőt egyre brutálisabb, és az oroszok nem úgy tűnik, hogy nagyon térre ereszkedtek volna. Számos hasonló dolgot említhetnénk még, ugye aktuális a gabona ügy, hát ezt sem említette meg, noha a térségünkben a gazdák számára ez egy nagyon-nagyon alapvető kérdés, ugye Romániában már blokkáddal fenyegetnek a gazdák, mert Románia úgy tűnik, hogy nem kész arra, amire Magyarország és Lengyelország igen, hogy nemzetállami hatáskörben is, ha úgy hozza ugye az adásunk utáni, illetve az adásunk előtti éjfél, hogy uniós szinten nem lesz meghosszabbítva a behozatali tilalom. Igen, akkor, mert a határidő most járt le. Így van. Tehát akkor Magyarország és Lengyelország az asztalra csap, más országunk nem feltétlen, de Brüsszel semmiképp, vagy legalábbis nem úgy tűnik, meglátjuk, hogy még itt a fölvétel közben éppen előtte vagyunk ennek a határidőnek. Laci, hogy folyik, belelátunk-e valamit, hogy folyik az Európai Bizottság elnökének megválasztása? Mert hogy Ursula von der Leyen a hírek szerint, a sajtóhírek szerint, amikor megválasztották 2019-ben, akkor a magyar kormány támogatását is élvezte végül.
Ugye ő egy német jelölt volt. Most a magyar kormány megszólalásaiból az világlik ki, hogy már ez a bizalom elillant. Mert semmi olyan politikát nem folytatott, ami Magyarország számára hasznos lenne, hát látjuk az uniós pénzeket, hogy visszafogják. Hogy kell gondolkodnunk erről, be tudunk-e látni a függöny mögé? Alapvetően nem egy túl átlátható folyamat, van ennek egy jogi kerete, hogy hol, hogyan kell megerősíteni. Ugye egyrészt a Európai Parlamentnek és a tanácsnak is meg kell erősítenie, ami azt jelenti, hogy azért egy nagyon beágyazott jelöltnek kell lennie. Most egyébként von der Leyen az a teljes politikai ismeretlenség ködéből lépett elő, hiszen Németországban hadügyminiszter volt. Innen talán a kutya gumiszedési kormánybiztosság kettővel felette, tehát hogy ez egy teljesen súlytalan pozíció Németországban, sőt, hát ugye azt látjuk, hogy továbbra is Scholz nem tartja be az ígéreteit haderőfejlesztésről, de ez már megint egy másik történet. Tehát abszolút átláthatatlan, hogy milyen zárt ajtós dílek állnak e mögött. Annyi bizonyos, hogy akkor kellett azért hozzá egy Angela Merkel is, igen, aki egy európai politikában hatalmas doajenje volt, tehát hogy ő nagyon jól ismerte minden rezdülését az európai politikának. Ez most a német kormányról nem mondható el, amely a legalapabb érdekeit se tudja érvényesíteni se Európán kívül, se az Európán belül. Tehát alapvetően Franciaország, esetleg még Olaszország lesz az, amely nagyon fajsúlyosan ebben a kérdésben meg tud nyilatkozni. Macron részéről ugye látható az, hogy próbálja a saját emberét, Thierry Breton biztost betolni a pozícióba. Nyilván ez se veszélytelen, mert hogy hát sokaknak nem tetszik a francia dominancia, ami kialakulóban van az EU-ban, és ez azért egy kevéssé biztos jelöltét teszi. Ahhoz, hogy az is egyébként, hogy az amerikaiak nem bocsátották meg Macronnak azt, amikor az európai stratégiai függetlenségről és szuverenitásról beszélt. Ez egy nagyon komoly szálka Washington szemébe Macronnal szemben, és valószínűleg nem fogadnának el egy olyan Európai Uniót, amely nagyon magáévá teszi ezeket az elveket, hiszen Washington érdeke az, hogy Brüsszel az alávetett pozícióban maradjon, és ne kezdjen el a függetlenség irányába mozdulni. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sok tényezős lesz egy ilyen választás, és nyilván Magyarországnak is nagyon fontos szerepe lesz benne, hiszen hogyha emlékszünk arra, hogy von der Leyen hogy került a pozícióba, ez a csúcsjelölti rendszernek az első próbája volt, amikor lehetett választani a Schulz, illetőleg Weber között. Na most az lett a végén, egyik se került oda, mert mind a kettőt kigolyózták. Ebben két nagyon fontos ugye szereplő. A Schulz a baloldali jelöltje volt, a Weber meg a néppárt jelöltje, és listavezetőik voltak, vagy nem tudom, hogy lehet, ez csúcsjelöltjék. Igen, tehát egy ilyen listavezetői hely volt kitalálva. Ezt ugye teljesen megbuktatták a tagállamok, mert nem tetszett nekik ez a rendszer, elvette volna az ő beleszólásukat ennek a kiválasztásába. És ennek két kulcs szereplője volt, a már említett Macron, illetőleg Orbán Viktor. Tehát az látszik, hogy Magyarország, bár állandóan halljuk, hogy el van szigetelődve, és már senkit se érdekel, és kettővel a bulvár hírek után szokott szerepelni a sajtóba, ez egyébként egyik se igaz, tehát hogy direkt olyanokat soroltam, amik nem igazak. Azt látjuk, hogy Magyarországon az, hogy egy ilyen úgymond bajkeverői státuszban vagyunk az EU-n belül, ez arra vezethet minket, hogyha szembeállunk azzal a jelölttel, aki a legesélyesebb lenne például. Könnyedén elképzelhető, hogy mi mögénk sorakoznak fel azon országok, amelyek elégedetlenek lennének a döntéssel, de egyébként önmaguktól nem kezdenének szervezkedni. Tehát ez egy olyan wildcard-á teszi Orbán Viktort ebben a játszmában, amivel számolni kell. És éppen ezért nagyon fontos von der Leyennek is az, hogy Magyarországot valahogy, ha nem is megbékítse, de legalább egy semleges szereplővé tegy ebbe a játszmában. Az Európai Unió, és már említetted Macron elnököt, aki tényleg egy független, egy szuverén Európában gondolkodna. Mi a jövője? Egy föderális Európa, vagy a szuverén államok együttműködése, amit Olaszországtól Lengyelországig, Budapesten keresztül azért most már egyre több tagállam támogatna, illetve hát olyan kormányok ülnek ezeknek az országok élén, akik elvetik ezt az erős föderalizációt, ami az elmúlt 4 évben csak erősödött egyébként. Így van. Hát ez a két koncepció áll egymással szemben, tehát az egyik oldal elvenni a tagállamoktól a megmaradt hatásköreiket, a másik pedig éppen hogy kiteljesíteni a tagállamokat, és az ő együttműködésüket helyezni a középpontba. Ami szerintem még egy jelentős probléma,
hogy nem csak arról van szó, hogy a föderalista oldal elszipkázna a tagállamoktól a hatalmat és a hatáskörüket, hanem hogy így ez a hatalom, tehát az a fontos kérdés, hogy ez a hatalom akkor kinek a kezébe kerül. Mert azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy itt nem Európa érdekei érvényesülnek. Tehát akár csak a háborút, hogyha megnézzük. Európa, és ezt von der Leyen most is elmondta, hogy továbbra is növelni fogja Európa a lőszer gyártását, annak érdekében, hogy a termékeket, azokat Ukrajnába tudja önteni, és ilyen módon fenntartható maradjon a háború. Függetlenül attól, hogy Európa érdeke az lenne, hogy ez a háború, ez véget érjen. Tehát, és megint csak a krími konfliktusnál láttuk azt, hogyha Európa abba az irányba tett lépéseket, hogy ezt a konfliktust ezt izolálja, és végül megszüntesse, akkor igenis erős szereplő tud lenni ebben. Na most Európa ilyen tekintetben teljesen félredobta a saját érdekeit, legalábbis ez a föderalista elit, de csak nézzük meg az SMS botrányt. Tehát itt az európai emberek egészségéről és életéről volt szó. Volt egy járvány, amely ellen ugye megszülettek ezek a különböző vakcinák, és ezeket kellett volna hatékonyan beszerezni, és ez volt az ígéret, hogy itt most közösen együtt fellépünk, lesz egy hatékony beszerzés, ezt a feladatot Brüsszel ellátja, szétterítjük a vakcinákat, és mindenkinek jó lesz. És mi lett az eredménye? Átláthatatlan folyamat, nem tudjuk, hogy lassú miért... Folyamat. Lassú folyamat. Tehát az a másik, hogy borzasztó lassan jutott el az európai emberekhez, jutottak el a védőoltások. Másrésztről pedig az, hogy ez milyen korrupciós folyamaton keresztül zajlott le, erre nézve még ma is rendkívül kevés az információnk, már csak azért is, mert ezt az egész ügyet úgy, ahogy volt, elsikálták. Tehát ezt lássuk be, ezt máshogy nehéz hívni, amikor az Európai Parlamentben létrejön erre egy vizsgáló bizottság, aztán annak a tagjai se tudnak meg mindent, hanem kiválasztanak, kimazsolázik magának von der Leyen asszony néhány embert, és nekik elmondja, hogy miért nem mondjuk el nektek. Nagyon fontos dolgokat mondtatok, mert hogy te is utaltál arra, hogy egy másik ország, egy nagy hatalom, az Egyesült Államok, hát ilyen trójai falovakat üzemeltet az Európai Unióban, de hát úgy tűnik, hogy Németország a legnagyobb politikai trójai faló, mert hogy Macron kijelentéseivel szemben olyan felháborodás volt a német kormánypártok és az ellenzék részéről is, hogy mi az, hogy Európának szuverenitást kellene? Hát hogy képzeljük ezt el? Tehát láthatóan az amerikai törekvések a németeken keresztül, akik azért nagyon döntő befolyással rendelkeznek az unión belül, nagyon erősek. Ugye? És hogyha Ukrajnát felvennék az Európai Unióba egy gyorsított eljárással, ezek a pozíciók, ezek az amerikai pozíciók, hát az ottani befolyás miatt még erősebbek lennének. Akkor mi itt a jövő? Mi az Európai Unió jövője? Tényleg egy ilyen vazalus szerepben vagyunk az Egyesült Államok mellett? Van szó. Tehát például az, hogy von der Leyen beáll a kínai elektromos autógyártás kiszorítása, vagy legalábbis keretek közé szorítása mellett, az egyébként lehet annak is a része, vagy szemlélhetjük úgy is, hogy az amerikai törekvést, tehát annak nyit utat. Nézzük meg, hogy mi történt akkor, amikor márciusban ő elment az Egyesült Államokba, és az Egyesült Államok elnökével tárgyalt, hogy nem, utána a mindenféle fenekedő hangok az ő részéről megszűntek. Ugye itt az Egyesült Államok egy ilyen infláció csökkentő törvénycsomagot hozott, amelynek az a lényege, hogy irgalmatlan sok pénzt belöntenek a saját iparukba, és lényegében oda csábítják a világ minden tájáról, Európából is, az európai partnerektől is, a nagy cégeket. Így a partnerek úgymond perifériára sodródnak, tehát ez a blokkosodás, amiről sokat beszélünk, az ilyen tekintetben is megvalósul, és gazdaságilag is egy alárendelt szerep jut Európának, nem próbál meg lavírozni legalább a két nagy között, nem beszélve arról, hogy azt arra csapjon Brüsszel, és a saját érdekeit érvényesítse, és ilyen tekintetben egyébként Brüsszel és Berlin között fej-fej melletti küzdelem folyik a saját érdekeink elárulása tekintetében, és haladnak a világcsúcs felé. Laci?
Nem véletlen egyébként, hogy Vlagyimir Putyin is a német politikai és gazdasági elitet próbálta nagy erőfeszítésekkel megkenni. Ugye nem teljesen látta át szerintem Európa működését, mert akkor Brüsszelbe is juttatott volna pénzeket, ha kellőképpen éles szemmel szemlél a dolgokat. Ebben az esetben egyébként lehet, hogy másképp alakultak volna a dolgok, mert a pénzt azt nagyon szeretik egyébként Brüsszelben is, tehát hogy láthattuk ugye ezt már a Európai Parlament botrányánál is. Egyébként von der Leyen emlegetett látogatás Egyesült Államokban azért is volt érdekes, mert így körülbelül a szőnyeg szélre állították, tehát hogy nem úgy fogadták, mint egy partnert, hanem hát konkrétan megalázták több esetben is, hogy megmutassák, hogy ki itt a főnök. És Kínában is, amikor elment Macron elnökkel. De pontosan erről van szó, tehát kiáll egy európai bizottsági elnök az Európai Parlament elé, és elmondja, hogy micsoda eredmények születtek itt az ő elnöksége során. Hát bocsánat, de hol van Európa? Tehát a sufniba se. A Kína is megelőzött minket, és lényegében kialakul egy ilyen kétpólusú világrend, amiben egyszerűen Európának nem osztanak kártyát, és ebben pontosan ott vannak az ő döntései, illetve az egyéb európai döntések, amelyek az európai érdekeket megint csak mondom, sútba dobják, és teljesen semmibe veszik. Egészen egyszerűen ezek az emberek, ezek kiárusították Európát. Hát és főleg úgy, hogy Kína ellen most egy gazdasági háborút hirdet szinte, itt a villanyautók kapcsán, de hát Kína azt nem nézi ölbetett kézzel. Ez elég egyértelmű. Nekem a Gyalog Galop című filmből a fekete lovag jut eszembe, amikor Európának már kezét lábát levágták itt a háborúba, a két kezét levágta a szankció, és most a Kína elleni gazdasági háború a két lábát is lefogja, akkor majd fejjel fogja ütlegetni a másikat, meg mondja, egyezünk ki döntetlenbe, igen, tehát hogy konkrétan ez Európa jövője. És hát von der Leyen egyébként kiváló ügynöknek bizonyult, azt kell, hogy mondjam, hiszen nem véletlenül NATO főtitkárként is felmerült a neve, és ez egyértelműen egy bizalmi tisztség az amerikaiak részéről. Tehát ki kell fizetni valahogy azt, hogy ő micsoda szolgálatokat tett, na nem Európának ez itt a probléma. És valóban Európának meg lenne egyébként a kapacitása arra, hogy a világot alakítani is tudja. És azt látjuk, hogy a legfontosabb kérdésekben sincs már Európának szava. Itt van az említett háború kérdése. Mi fizetünk, mint a katonatiszt, a cechet álljuk folyamatosan. Most ugye von der Leyen bejelentette azt is, hogy az elkövetkezendő 4 évben újabb 50 milliárd eurót fognak Ukrajnának biztosítani. Ez nyilván nem a saját pénze, így aztán nagyon könnyedén költi el, hiszen a tagállamoknál kalapoznak most, hogy fizessenek be. Ugye például Németország egyébként a szociális kiadásait volt kénytelen megvágni több milliárd euróval. Tehát, hogy azt látjuk, hogy elképesztő mennyiségű pénz folyik most ki az európai gazdaságokból, és gyakorlatilag az európai politika el fog vezetni oda, hogy feléljük a két alapvető értékét Európának, a békét és a jólétet, és visszajutunk egy olyan szintre, ahol mondjuk Európa 30-as, 40-es években volt, és az soha nem egy jó optika egyébként ebben a vonatkozásban. De lehet bármilyen változás a következő választásokon? Van-e remény, inkább így fogalmaznék? Azt gondolom, hogy mérsékelten, tehát itt beszéltünk, illetve Laci beszélt az erőviszonyokról, de valóban látható egy jobboldali előrelépés, és hogyha ez az előrelépés egyébként ki tudna teljesedni, akkor lehet, hogy lehetséges, hogy a néppártot lehetne még jó irányba fordítani, és tudna akár egy jobboldali koalíció születni. Újra mondom, mérsékelt optimizmus kívántatik, már csak azért is, mert hogyha a liberálisoknak és a baloldalnak a néppárttal együtt meg lesz a többség, akkor nem kérdés, hogy a néppárt merre felé fog hajlani. Tekintettel arra, hogy ők is szívesen kiszolgálják a tengeren túli progresszív elitet. És egyébként ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem mellékes az sem, hogy mi történik 2024-ben az Egyesült Államokban. Mert azt láttuk, hogyha összevetjük Trump és Biden kormányzását, hogy az Egyesült Államok a szövetségeseire Trump kormányzása idején hajlandó volt valóban szövetségesként tekinteni. Bidennél vazalusként számítanának ránk, és hát ritka, mint a fehér holló, az olyan lázadó ország, mint Magyarország, amely nem hajlandó ebbe a sorba beállni. Laci, még egy percünk van. Abszolút egyetértek, hogy az amerikai választások lesznek a legfőbb kérdés egyébként. Azt látjuk, hogy amikor Trump volt
az elnöki székben, akkor gyakorlatilag árván maradt az európai progresszió. Nem igazán tudtak kihez fordulni iránymutatásért. Nyilván Soros meg az ő hálózata birodalma ugyanúgy ott volt, de nem volt olyan hivatalos politikai iránymutatás, amely az Amerikai Egyesült Államokból érkezett volna a demokrata, vagy a hozzájuk egyébként sok mindenbe közel álló régi republikánusok, tehát a Bush meg hasonlók részéről. Tehát nem nincs sok különbség a mai demokratáktól egyébként ezeknél. Trump egyszerűen annyira új szint hozott a politikába, hogy ezzel nem tudtak mit kezdeni, és azt láttuk, hogy akkor Magyarországot nem is támadták annyira az EU-n belül se. Úgy gondolnám, hogy ez számunkra egyébként egyfajta védettséget jelentene, hogyha Trump visszatérne, a háború kérdését rendezni tudná, illetőleg az eszkaláció kérdését, mert azt látjuk, hogy jelenleg az a nagy kérdés, hogy Amerika, mikor óvatatlanul elveszti a világ legelső hatalmának a szerepét, ezt hogyan kívánja megtenni, úgy, mint az angolok, hogy két világháború árán, vagy pedig lesz benne annyi belátás, hogy önként visszalépjen erről a pozícióról, és nem megint emberi életek 10 millióinak az árán változzon meg a világrend. Hát nem túl optimista a kicsengése ennek a műsornak, de hát ez van, ez a valóság, ez az igazság, úgyhogy reméljük, hogy lesz még jobb időszak is az életünkben, de most köszönöm a figyelmüket. Ezt a műsort meg lehet nézni a YouTube csatornánkon, meg lehet hallgatni a Spotify csatornánkon is. Köszönöm még egyszer a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.